A betegség már csak azért is veszélyes, mert a lappangási idő 10 naptól 2 hétig tart. Jellegzetes tünetei a magas láz és az izomfájdalom. A bakteriális fertőzés gyakran máj és vese elégtelenséghez, valamint vérzéshez és sárgasághoz vezethet. 7 új vidéki polgárnál diagnosztizálták a nádvágóláz néven ismert fertőző betegséget, amely akár halállal is végződhet, amennyiben a betegek nem kapják meg a szükséges kezelést. A osoba bolo leptospirózé nie zarazna za svoju okolinu. Človek se najčešće zarazi u kontaktu sa životinjama. Životinje boluju od hroničnog asimptomatskog oblika bolesti i one urinom luče leptospire i čovjek se zarazi u direktnom kontaktu. Najčešće je to profesionalna bolest veterinara, pecaroša, ribara ili stočara. A betegeket kizárólag antibiotikummal gyógyítják, penicillinnel és tetraciklinnel. A megfertőződött pácienseket szigorúan kórházi kezelés alatt tartják. Évente mintegy 10 ember betegszik meg súlyosan a leptospirózistól. 15 évvel ezelőtt volt a legsúlyosabb a helyzet, amikor a Vajdasági Klinikai Központ fertőző osztályán 2 hét leforgása alatt 8 ember halt bele a betegségbe.